Rita, mi volt ez a gondolat, ami a Rex Kutya Otthon Alapítványt életre hívta, és ez hány évvel ezelőtt történt? A Rex Kutya Otthon Alapítvány 24 évvel ezelőtt alakult meg. Gyakorlatilag ugye az alapítónk egy állatorvos, aki már akkor is rengeteg olyan esettel találkozott, ami miatt úgy gondolt, hogy fontos egy ilyen alapítványt, az állatvédelmet, a kóborállatok sorsát felkarolni, és gyakorlatilag innen jött az ötlet, ez volt a kiinduló pont. Az ötlet az egy menhely létrehozása volt, illetőleg menhelyként kezdtétek, 24 év nagyon-nagyon sok idő, úgyhogy ez nagyon szép, hogy még mindig fennmaradt a Rex is egyre nagyobb feladatokat lát el, tehát menhelyként indult, vagy már akkor egy ilyen másfajta feladatot látott el a Rex? Én azt gondolom, hogy már akkor elég nagyot álmodott az alapítónk. Természetesen a menhely létrehozásra az mindenképpen cél volt, hiszen tűzoltás jelleggel mindenképpen fontos az, hogy napi szinten lehessen a kóborállat problémát kezelni, de nagyon fontos hangsúlyt kapott már akkor is az oktatás és a szemléletformálás, ami azóta még inkább kinőtte magát, és most már a mi napi tevékenységünkből is egy komoly szeletet foglal el. Hogy a Rex egy menhelyként is működik, illetve nagy részben egy menhelyként funkcionál. Ez azt jelenti, hogy ha valaki talál egy kutyát, akkor ugyanúgy, mint a hivatalos ebrendészeti telepeket, tehát titeket is felhívhat és megkérdezheti, hogy van hely. Tényleg meg is kérdezném akkor egyúttal, hogy nálatok mindig van hely kutyát befogadni? Szerintem minden civil szervezet és állatmenhely úgy működik általában, hogy teljes teltházon, tehát várólisták vannak. Ugye az ebrendészeti teleptől az különbözteti meg az állatvédő szervezeteket, menhelyeket, hogy nem jogszabály szerint nem vehetünk át közterületről, nem kerülhetne be kóborállat közterületről, hiszen az elsősorban az ebrendészeti telephez kerülhet be. És nálunk természetesen nincs helyhiány miatt altatás. Így mindig meg kell várni, hogy az örökbefogadások kapcsán szabaduljanak fel férőhelyek. Mivel azonban jóval kevesebb kutyust fogadnak örökbe, illetve cicát, mint amennyi vár arra, hogy bekerülhessen, ezért általában mindig helyhiánnyal küzdünk. Mindig segítünk az új gazdi keresésében, hogy ezzel is esetleg segítsük azt, hogy ne kelljen menhelyre bekerülni az állatnak, és természetesen a várólistáról, ahogy szabadulnak föl férőhelyek, úgy vesszük át az állatokat, de azért elsőbséget élvez természetesen az az állat, aki balesetes, mindig próbálunk helyet csinálni az olyan bajba jutott vagy balesetes állatoknak, akiknek azonnali ellátásra van szükségük. A köztudatban, vagy aki valamennyire már ismert titeket, egy állatszigetnek is mondják a Rex állatotthont, és ti is használjátok ezt a szót. Mit jelent ez pontosan? Maga az állatsziget 12 évvel ezelőtt nyitotta meg a kapuit, akkor kapta tőlünk ezt a fantázia nevet, hiszen már akkor sem csak kutyákkal és cicákkal foglalkoztunk, de azóta még inkább kibővült a paletta. Ez egy 2 hektáros terület, ahol működik maga az állatotthon, és örökbefogadható társállatok vannak nálunk, de vannak különböző egységei is. Van egy kis minifarmunk, ahol háztáji állatokat nézhetnek meg, velük ismerkedhetnek meg a gyerekek, illetve a vadmentőállomást azt idén nyár elején adtuk át. Van egy mini vadudvarunk is, hiszen rengeteg vadon élő állat kerül egyre többször bajba, és szerettük volna, hogyha megfelelően el tudjuk őket is látni, illetve helyezni. Van egy gyönyörű szép tavunk rengeteg hallal, vadkacsával, szürkegémmel, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy gyönyörű terület, illetve van egy kutyaiskolánk is. Nagyon sok programot szerveztek, és tudom, hogy augusztusban volt nálatok egy örökbefogadó nap. Milyen események és milyen programok voltak ezen a napon? A Hontalan Állatok Világnapját azt minden évben augusztus 16-án ünneplik, vagy emlékeznek meg róla szerte a világon. Mi ugye hozzá legközelebb eső szombati napot választottuk egy ilyen családi napnak. Itt az volt a célunk, hogy lehetőség szerint minél több állatunk kerüljön új gazdihoz, de ez nem jelentette azt, hogy az örökbefogadási feltételeken lazítunk, hiszen azért nálunk is több fordulós az örökbefogadás. De ennek a napnak az alkalmából a gazdikat szerettük volna még egy plusz ajándékkal is meglepni, hogyha valaki választott egy kutyust, és egymásra találtak, és minden megfelelő, és azon a napon véglegesített az örökbefogadást, akkor mi még egy kis ajándékkal szolgáltunk a gazdiknak. Rita, miért van szükség örökbefogadási feltételekre? Nagyon sokan szeretnének kutyust, van akinek megfelelő az életkörülménye, van akinek nem annyira, de mégis nagyon ragaszkodik ahhoz, hogy egy kis állat legyen vele. Milyen feltételek vannak nálatok, illetőleg van-e hozzájárulás, hogyha egy gazda szeretne tőletek örökbefogadni egy kis állatot?
Vannak természetesen örökbefogadási feltételek, itt mindig az a legfontosabb, hogy van egy örökbefogadási szerződésünk is természetesen, de mindig az a legfontosabb, hogy egy komoly beszélgetés előzi meg az örökbefogadást. Az állattartás, én azt gondolom, hogy egy életforma, és hogyha ez valakinek nem fér bele az életbe, mindenképpen érdemes meggondolnia, még akkor is, ha nagyon szereti az állatot. Egy ilyen beszélgetés során fontos felmérni, hogy milyen lehetőségei vannak, milyen körülmények közé kerül, egyáltalán mennyire aktív életet él a család, mennyit vannak otthon, mennyi időt tudnak szánni az állatra, tehát rengeteg körülményt érdemes megvizsgálni, és természetesen azt is, hogy melyik a hozzájuk való kutyus, az az energiaszintű kutyus, aki be tud illeszkedni a családnak az életébe, mert egy rosszul megválasztott örökbefogadás nem csak a kutyának okoz problémát, hanem azt gondolom, hogy a gazdinak is, hiszen elveheti a kedvét a későbbiben attól, hogy akár állatot tartson, vagy kutyát tartson. Nagyon fontos prevenciós munkát végeztek a fiatalok és a gyerekek körében, erről mesélj nekünk, kérlek. Éppen most csináltunk egy statisztikát, idén-nyáron 2000 gyermek fordult meg nálunk, volt 5 turnusban nyári táborunk, a többi gyermek pedig külsős táborokkal, vagy szakkörökkel, óvodai csoportokkal, iskolai csoportokkal érkeztek. Nagyon fontosnak tartjuk az oktatást, nagyon fontosnak tartjuk a gyerekeket megismertetni a felelős állattartással, hiszen ővék a jövő. Miről szólnak ezek a nyári táborok? Gondolom, ezek napközi táborok, tehát reggel Igen. oda mennek a gyerekek, és este haza viszik őket. Milyen programokat szerveztek nekik? Ez az 5 nap, ez csak állatokról szól, vannak elméleti oktatások, vannak gyakorlati foglalkozások, és rengeteg játék, akár az állatokkal együtt, rengeteg dolgot megtanulnak, én azt gondolom ez idő alatt, hogyan viszonyulnak helyesen az állatokhoz, a kutyákhoz, mi az, amit fontos tudni az állatok kommunikációjáról, illetve a saját viselkedésük kell kapcsolatban is, hogy hogyan álljanak magához az állathoz, és szerintem ami a legfontosabb az, hogy szeressék az állatokat. Miért tartott fontosnak így a beszélgetés végén, hogy gyerekkorban már a gyerekek tudomással bírjanak arról, hogy mit jelent az, hogy felelős állattartás? Én azt gondolom, hogy ez a kor a legfogékonyabb. Minden ember, én azt gondolom, minden gyermek úgy születik, hogy szereti az állatokat, csak itt később vannak problémák, amik miatt akár félnek tőle, vagy akár nem elfordulnak az állatoktól. Ezt a kort kell ahhoz megragadni, hogy kiépítsük a felnőtt korra gyakorlatilag az állatok iránti szeretetet, tiszteletet. Ez nagyon fontos, Igen. hogy a gyerekeknél kezdjük. Köszönöm szépen, hogy itt Én voltál. Én is köszönöm. Önök a 6-os csatorna Állati Jó című magazin műsorának 6. adását látták. Remélem, hogy jól érezték magukat és hasznos információkhoz jutottak. Kérdéseiket és észrevételeiket az info@6oscatorna.hu e-mail címre várjuk. Várom Önöket 2 hét múlva is, viszontlátásra!